Sziasztok, Csebe vagyok, ez itt a Beígért kérdezfelelek, kezdjük a kérdésekkel. Milyen lett az érettségi? Az érettségiről csak annyit szeretnék mondani, hogy jobban ment, mint neked a helyes írás. Igazából itt vannak az érettségi eredményeim. Igen, muszáj volt megmutatni, szeretek velük dicsekedni. Felvettek az egyetemre, és milyen szakra mész? Igen, felvettek, megkaptam az SMS-em, úgyhogy szeptembertől a BME VIK-karának mérnök informatika szakára fogok járni. A napokban pedig két dologra rájöttem, egyrészt, hogy mindjárt itt az egyetem, mindjárt szeptember van, és mindjárt tanulnom kell. A másik dolog pedig, hogy elbizonytalanodtam, hogy jó ötlete megosztani pontosan, hogy hova megyek egyetemre, úgyhogy ha ezt a videót nem látjátok, akkor úgy döntöttem, hogy nem jó ötlet megosztani. Lesz újra német nyelv. A német videó mindössze egy április 1-i tréfa volt, de a visszajelzéseket elnézve nem tervezek több hasonló idegen nyelvű videót. Csécsenel, mi volt a legjobb érettségis élményed? Ha igazán őszinte akarok lenni, akkor az volt az érettségének a legjobb része, amikor vége lett. Rossz, hogy vége a giminek, vagy inkább örülsz? Én igazából nem utáltam iskolába járni, viszont az utolsó 1-2 évben már azt éreztem, hogy vége lehetne, és már nagyon mennék tovább, és most vége van, és mehetek tovább, úgyhogy igazából örülök neki. Ez itt egy kérdés? Nem tudom, nézzük meg gyorsan, hogy mi a kérdés definíciója. Érdeklődő szándékú tudakozódás, amely egy adat információ megszerzésére irányul. Igen, ez egy kérdés volt. Ha emlékszel még, hogy csinálod a robbanást, adsz egyet? Oké, tehát robbanás, először is csinálok itt egy ilyet. Aztán YouTube-ról letöltök egy robbanásos videót, amit aztán rávágok erre, a blending módot screenre állítom, és akkor itt lesz egy robbanás. Na jó, ez így nem volt olyan izgalmas. Szóval a robbanás úgy működik, hogy... és itt egy robbanás. Csécsenel, az lenne a kérdésem, kedves Csebe, hogy amikor nem csináltál videót, akkor volt-e belül ilyen szorongó rossz érzés, ami tudod, így a gyomrodat nyomja össze, ezt főleg akkor értem, amikor csináltál volna videót, vagy egyáltalán nem volt benned ilyen. De igen, volt bennem ilyen érzés, mert azért mégiscsak van itt több mint 200 000 ember, akik azt várják, hogy videót rakjak föl. Úgyhogy rossz érzés nekem is, amikor nem csinálok videót, de hát néha a lustaság győz. De most nem győzött, mert most van videó. Yeah! Gratulálok az érettségihez, innentől lesznek érett videók is. Ajjaj, most azt hiszem belettem oltva, viszont komolyra fordítva a szót, igen, szeretnék picit komolyabb témájú videókat is csinálni, például lesznek fidget spinner pörgetős videók, keksznyalogatós videók, illetve feltaláltam egy új műfajt, aminek az a lényege, hogy vicces videókat nézek, és közben megpróbálok nem nevetni. Hú, most viszont én pakoltam meg az oltáskát. Ha már volt balabord, velebord, akkor lesz majd dunabord? Vagy valami ilyesmi? Vagy esetleg tiszabord? Vagy más színűek? Igen, határozottan szeretnék még hasonlót csinálni, például a Duna egy tök jó ötlet, nyilván nem végigmenni az egész folyó mellette, aztán vissza, szóval nem kerülnék meg a Dunát, de mondjuk a magyarországi szakaszon, ahol van jó bicikliút, ott lehetne egyet longboardozni, talán jövőre, valamikor lehet, hogy lesz. Majd meglátjuk. Írsz b***nak, please! Jó ötlet, írok! Ó, és már meg is jött az SMS. Tudja, hogy Balázs kifejezetten nem kedveli mert közhelyekkel és Facebookról összeszedett adatokkal válaszol áldozatainak, akik fizetnek ezért. Balázs ezért nem is hajlandó reklámozni. De miért nem csináltam a nyaralásról vlogot? Nem tudom, Marvin, miért nem csináltál? Lehet, hogy azért, mert nyaralni és pihenni szerettél volna, nem pedig a videózással foglalkozni. Mi a véleményed arról, hogy sokan csak úgy tudnak érvényesülni, hogy nagybetűs, clickbaites és sokszor megtévesztő címet adnak a videóiknak? Utálom a clickbait, megtévesztő, kattintásvadász címeket, mint valószínűleg sokan mások is, és úgy gondolom, hogy ez nem csak a videósok hibája, persze, ők se csináljanak már ilyet, de a rendszer hibája is, mert a YouTube ezeket a videókat népszerűsíti és dobálja fel, viszont ez az új funkció, hogy ráviszed az egeret a videódra, és mutat belőle egy részletet, ez nagyon tetszik, és szerintem picit segít a clickbait ellen. Ettől függetlenül persze én is mindig próbálok minél vonzóbb címeket adni. Tehát lehet, hogy ennek a videónak is valami clickbait címe lesz, hiszen kell a kattintás. Mi a véleményed a komment szekció teleszemetelő lájkvadász hozzászólásokról? Utálom őket! Lájk, ha vezitláb nézed, lájk, ha meg sem nézted a videót, de már lájkoltad, lájk, hogyha utálod a lájkvadászokat, lájk, hogyha utálod azokat, akik utálják a lájkvadászokat. Miért nem lehet ezeket a kommenteket abba hagyni, és miért kell ezeket lájkolni, miért nem lehet valami egyedit írni a videóhoz, ami a videóhoz kapcsolódik? Azt hiszem mozgalmat indítok az ilyen kommentek ellen, úgyhogy mostantól az ilyen lájkvadász, tömeg, sablon, cuccokat ki fogom törölni a videó alatt, és várom az egyedi, vicces, értékes kommenteket. Csatlakozzatok a mozgalomhoz és kommenteljetek értelmesen! Videósok! Töröljük együtt az ilyen kommenteket! Hashtag mentsük meg a komment szekciót! Mi van a lila paradicsommal? Kifejezetten nehéz erről a dologról beszélni, főleg úgy, hogy én is érintett vagyok benne, és felelős vagyok érte. Mégis kötelességem elmondani nektek, hiszen ismertétek, szóval el kell mondanom, hogy
A lila paradicsom halott. Amikor utoljára láttátok is ilyen állapotban volt, és azt mondtam, hogy megpróbálom feléleszteni, ami teljesen hülyeség volt, mert nem lehet feléleszteni, és nem ültettem újat, mert már késő van már nyáron, és tavasszal kéne elültetni, úgyhogy esetleg majd jövőre. Úgyhogy a lila paradicsom halott, és tovább csak a szívünkben él. Valamint a Csécsenások új termékein, amik már megrendelhetőek most azonnal a leírásban. Most pedig lecserélem ezt a pólót, amit összevizeztem a műkönnyeimmel. Wow! Egy hét múlva megyek Csehországba, akkor csebe leszek? Az a helyzet, hogy nem. Ugyanis nem csebe leszel, hanem cseben. Nyelvtan. Egyébként tetszett a szóviced. Jó volt. Ezt a kérdést már feltették neked? Nem, szerintem még nem. Tudod, mi az a dottó? Ha nem, keres rá Google-ban, és kattints a képekre. Semmi 18 plusz nyugi. Oké, akkor rákeresünk, hogy mi az a dottó. Egy picit félek. Képek. Tudsz photoshopolni? Hát, szerinted tudok? Milyen szempontból döntöttél a Lumix G80 mellett, és mi lett a Nikon D3002-vel? A Lumix G80 az új kamerám, amivel ezt éppen felveszem. Fontos volt, hogy legyen rajta egy mikrofonbemenet, legyen egy kihajtható kijelzője, hogy végre lássam, hogy mit veszek föl, tudjon 4K-ban felvenni, hogy amikor rázumolok az arcomra, az még mindig jó minőségű legyen, nem baj, hogyha 60 FPS-ben is tud felvenni, és úgy összességében legyen jó kezelhető, és lehessen magammal cipelni, ne legyen olyan nagy. A Nikon D3200-at megtartom emlékbe, illetve most éppen kölcsön adtam egy barátom, úgyhogy végül is ezt választottam, és eddig nem bántam meg. Mit tennél, ha szinte az összes néződ a házad előtt tüntetne, hogy miért nincs videó? Valószínűleg engednék a tömegnek, és csinálnék videót. Persze ez nem azt jelenti, hogy ez a jó megoldás, úgyhogy ne gyertek ide tüntetni. Milyen lennél kopaszon? Ilyen. Ki volt a kedvenc fizika faktos pattársad? Áron, te voltál az. Most remélem boldog vagy. Mennyi előkészületet igényelt a balabord, illetve a velebord? Volt olyan váratlan helyzet, amire nem készültél fel, pedig jobb lett volna? A balabord sokkal több előkészületet igényelt, hiszen meg kellett tervezni, hogy melyik nap mikor hova megyünk, kellett szállást foglalni, kellett mindent vinni magunkkal a hátunkon, míg a velebord csak egy napos volt, úgyhogy sokkal könnyebb volt. El szeretnék mesélni egy balabordos történetet egy tök jó tanulsággal. Balatonbugláron egy tök jó házban szálltunk meg, előző este találkoztunk a tulajdonossal, odaadta a kulcsot, viszont amikor másnap reggel indultunk volna el, akkor nem tudtunk elmenni, mert volt egy kis papírka az idegenforgalmi adóról, amit még ki kellett volna tölteni. Viszont nem volt tollunk. Előző nap még nálunk volt a toll, mert azzal dedikáltam valakinek, de az összes toll eltűnt, úgyhogy gondoltunk szólunk a tulajdonosnak, de a tulajdonos nem volt otthon, sőt, senki nem volt a környéken, akinek lett volna egy tolla. Úgyhogy Gergő elment a legközelebbi helyre, ahol volt egy toll, a kocsmába. A kocsmában azonban nem akarták neki odaadni a tollat, csak hogyha oda visszük a papírt, úgyhogy Gergő visszajött a kocsmából, aztán együtt az összes cuccal együtt elmentünk a kocsmába, ahol kitöltöttük a papírt, aztán visszamentünk, ott hagytuk a papírt, elmentünk, és így megoldottuk a problémát, viszont kellett egy csomót ide-oda szaladgálni, mert nem volt tollunk. Úgyhogy ebben a modern digitális világban is mindig hordjatok magatoknál egy tollat. Te egy ember vagy, mert nem annak nézel ki? Ezt a kérdést igazából nem emlékszem, miért válogattam be, vagy mit akartam rá válaszolni, mert ez igazából nem is vicces, meg semmi ilyesmi. A kövi videódban eszel almát? Ezt a kérdést az Anon nevű alkalmazásban tették fel nekem, amiben az egyik ismerősöm is fejlesztő, úgyhogy megkért, hogy mutassam be ezt az alkalmazást. Ez egy alkalmazás, ahol tudtok kérdezni például ilyeneket, és egyébként nem fogok almát enni. Ha gondoljátok, töltsétek le, kérdezzetek, és lehet, hogy válaszolok. Ezzel pedig el is érkeztünk a videó végére, remélem, hogy tetszett, ha van kedvetek, kommenteljetek valamit, ami értelmes, és nem valami lájkvadász, izé, bizé. Találkozunk a következő videóban, remélhetőleg nem olyan soká, a pólómhoz megtaláljátok a linket a leírásban. Azt hiszem, mást ilyenkor nem kell mondani, úgyhogy további szép napot, sziasztok!